10 hektáron érintette Somlójenőt a múlt hétfői vörösiszapáradat. A tornapatak még mindig vöröslik. A falubeliek azt mondják, ég a torkuk, a szájuk ki van száradva, fulladnak és könnyezik a szemük. Fullani nagyon fulladok. Már én is aszmaz vagyok, a férjem is aszmaz. Nagyon nincs fel az az iszapnak a porra, az igen, az fújt bennünket. Ennek a nőnek az iszap nem tört be a kertjébe, de a por miatt mégis azt mondja, inkább kidobja az ott termett zöldségeket, mint hogy megegye. Nem merek. Nem merek. Azóta 100 zöldség nem mertem nyúlni, úgy vettem a boltba. Az emberek valóban először megijedtek ettől az árhullámtól. Kisebb fajta pánik tört ki. A polgármester azt mondja, pánik volt, amikor a múlt héten híre ment, hogy újabb gátszakadás lehet. Az emberek akkor néhányan össze is csomagoltak és elköltöztek a faluból, de már gyakorlatilag mindenki vissza érkezett. Somlójenő 13 kilométerre van Kolontártól, ahol múlt hétfőn átszakadt a vörösiszap tározó gátja. A maró folyadék megduzzasztotta a tornapatakot, amely Somlójenő délnyugati részén a kertektől nem messze folyik. A vörösiszap termőföldeket is elöntött. A faluban folyamatosan mérik a szennyezést, de a polgármester szerint a műszerek nem mutatnak veszélyes értékeket. A por ellen pedig ők is maszkkal védekeznek. Minden lakosnak gondoskodtunk maszkról, illetve tájékoztattuk őket arról, hogy ez a veszély várható. De a maszkot nem kötelező hordani. Ez a nő azt mondja, csak akkor veszik fel, ha közel kell menniük a patakhoz. Mennyire félnek, mennyire tartanak a helyzettől? Hát, hogy őszinte legyek eléggé, mert nem tudjuk, hogy most ez mennyire káros, milyen mértékben, és hogy meddig lesz ez itt. Több lakó szerint az a gond, hogy a kertek végéből senki nem takarítja el a vörösiszapot, aminek a szagát és a porát párás ködös időben még jobban érzik.